12. év után is itt állhatok a színpadon. Nagyon-nagyon jó érzés. Én azt gondolom, egy nagyon csodás helyszínen vagyunk. Végre személyesen is tudunk találkozni. A tavalyi évben közel 4000 fotóval pályáztak a pályázók, a weboldalon pedig már közel 38000 természetfotó látható. Több természetfotóról azt gondolom bátran kijelenthetem, hogy világszínvonalat képviselnek, úgy, ahogy a fotósaink is. És ez motivált minket arra, hogy megalapítsuk a Magyar Természetfotó nagydíját, ezért is egy kicsit emelve a pályázat fényét, illetve egy komolyabb elismerést adjon a pályázóknak. Varázslatos Magyarországgal az együttműködésünk 10 évre tekint vissza, és mi nagyon büszkék vagyunk erre az együttműködésre, és örülünk annak, hogyha bármennyiben is hozzá tudtunk járulni ahhoz, hogy a Varázslatos Magyarország ezt az utat bejárhatta, és ebbe az ívbe azt gondoljuk, hogy csodálatosan illeszkedik, hogy most útjára indítják a Magyar Természetfotó nagydíját is. Gyönyörű szép ez a szobor, tényleg hihetetlen. Szeretném megköszönni Gál Péternek és Kövesi Eszternek, hogy évről évre megrendezi ezt a hihetetlenül izgalmas pályázatot, ugyanis ez lehetőséget biztosít nekünk, természetfotósoknak, hogy minél szélesebb körbe bemutassuk az odakint átélt varázslatot. És a Varázslatos Magyarország magazin is ebbe segít szerintem nekünk, ahol cikkek formájában meséltünk a tényleg erről a kinti csodáról. Nem titkoltam soha, hogy az egyik kedvenc fotópályázatom ez a Varázslatos Magyarország. A hihetetlen izgalom és a milliője miatt szeretnék egy olyan üzenetet küldeni minden kezdő vagy haladó természetfotósnak, hogy próbálja meg látni és észrevenni a szépségeket, és ez nem csak a legmodernebb technikákkal lehet, hanem tök egyszerű felszereléssel is, és ha az ember tényleg csak egy telefonnal indul el az erdőbe vagy a mezőn, akkor azzal kell neki jó képet készíteni, és ez hihetetlen fejleszt az embernek a kreativitását is az egész látásmódját. Én nagyon szeretnék inspirálni mindenkit, hogy foglalkozzon a kertjével, nézze az ottani rezdüléseket, próbáljon kicsit pozitívan beavatkozni, és mindig csak pici lépésekkel menni előre, mert lehet, hogy a legjobb jó szándékkal szeretne valamit tenni, de mégiscsak kárt okoz. Az alapértékek itt is ugyanazok, hogy minél diverzebb, minél összetettebb és változatosabb, annál kevésbé sebezhető, és így kell kialakítani egy jó fotós kertet. Aztán a természet mindig megajándékozza ezeket a befektetéseket, nagyon sokszor éveket kell rá várni, de hogyha az ember elég jól utána néz, megleli benne a csodát, és igazán etológiailag felkészült, akkor én nem nagyon jártam még úgy, hogy hosszú távon ne kaptam volna valamit ajándékba. Azt gondolom, hogy az elmúlt évek során a Nemzeti Park igazgatóságuk életében is az egyik legfontosabb eseményé és kiemelt ünneppé vált a Varázslatos Magyarország díjkiosztó és kiállítás megnyitó, hiszen pont azokat a értékeket tárja elénk minden évben, amelyekért a 10 hazai Nemzeti Park igazgatóságot létrehozták. Nemzeti parkjaink szépségét, tájainknak a változatosságát és lenyűgöző, ámulatba ejtő pillanatait az élővilágnak. Emlékszem, amikor 2009 őszén Gál Petivel darvokat figyeltünk és fotóztunk a Hortobágyon. Peti akkor egy ötlettel állt elő, hogy mi a véleménye arról, hogy egy fotós közösséget verbúválna, akik hazánk természeti értékeiről egy havi pályázat keretében versengenének. Akkor még egyikünk sem gondolta, hogy az akkori ötletelés és kötetlen beszélgetés az ma maga a Varázslatos Magyarország.